Új hét, új remények. Tádé 900. Ugye mindig fogok beszélni most már ezekről a motorokról. Elsőnek is mi is kirakodó vásárt, ugye ott van egy vadonatúj Triumph. Valójában bukócső kerül rá, ott a bukócső. Föl lesz rakva, ez kész. Aztán utána, ugye, hogy beszélgessünk mi is, szemmel látható, hogy ez a betét, ugye ez full szinteres betét, és igazából, mindjárt mutatom, mert okos tojások vannak ám rendesen, ha így belenézel, nézed, ez csinálja a full szinteres betét, valójában a tárcsákkal. Pedig ez egy gyári tárcsa, a tádé. Oké? Úgyhogy lehet ezt kapni, ezt a tárcsát mindenféle méretben, mindenféle színben, mindenféle áron. Valójában a gyári beszállító, ott ahol a gyári beszállító, valójában a két tárcsa igazából betétekkel mindennel együtt 290 ezer forint. Tehát majdnem 300 ezer forint a két tárcsa betéttel, gyári mindennel. És ugye a gyár azt írja elő, hogy ugye új csavar kell hozzá, tehát valójában kell hozzá 12 darab új csavar. Őróluk beszélek. Miért kell hozzájuk? Ezt beszéljünk egy picit. Ugye a gyár az azt írja elő, tehát a gyárba ezt úgy rakják össze, hogy ugye megvan a kerék, ugye a csavar még mielőtt benne van a gépbe, és mielőtt még betekerni a gép a magát a csavart, rákerül már előtte, már van a csavaron egy olyan fél centin, egy ilyen menetrögzítős dolog. Most én megértem én azt, hogy meg még valójában azokon a csavarokon is rajta van, ami tartja valójában a munkahenget. Most én ezt megértem, hogy a gyárnak mindenféleképpen úgy kell rögzíteni ezt a tárcsát, hogy az még véletlenül se jöjjön ki. Ezzel egyetlen egy probléma van, hogy ez alumínium, érted? Ez a csavar, ez meg egy edzett csavar, ugye? Mert hát edzettnek kell neki lenni. És ha azt vesszük, hogy ez a, mondjuk már fönn van rajta az új gumi, ha azt vesszük, hogy ez a motoros bicikli mondjuk folyamatos szervizelésen van, és ugye azt írja elő a gyár, hogy ezek a tárcsák attól függ, hogy milyen, mondjuk legyen 5,5, már de mindjárt meg is nézem, hogy hülyeséget ne beszéljek, de ezen nincsen ráírva, ezen pont nincs ráírva, de rá szoktak jönni, hogy mennyi a izéje, de hát ha belenézel, látod, hogy mennyi hiányzik róla. Hát ennek mind a két oldalából már hiányzik, így megakad benne a körben teljesen. Na most, ha egy gyári szervizelésen van, azt mondom neked, hogy ugye a gyári betéttel, igazából ahhoz a fékhatáshoz, ami ki van találva ennek a motornak, amit el kell, hogy érjen a teszteken, valójában igazából egyszerre kopnak el a gyári betéttel és a gyári tárcsával, és körülbelül azt lehet mondani, ez persze pilóta függő is, körülbelül egy olyan 30-40 ezer kilométer alatt valójában elkopik igazából arra a limitre a tárcsa is, meg a betét is, hogy igazából cserélni kell. Na most egy normális motoros, most vegyük ki alapul, most ne azokat a műmotorosokat vegyük, akik érted, otthon nézegetik a motorjukat, ezt egy évben talogatják kézi, mit tűn, 1500 kilométert, mert ez egy normális motoros, én azt gondolom, aki tényleg motorozik, én azt gondolom, hogy 10-15 ezer kilométert egy évben, egy szezonban simán leteker, oké? Okay? Tételezzük föl, ne legyen túlzás sem, meg kicsis, legyen 8000 kilométer. Tehát egy 8000 kilométert egy normál motoros lemegy ugye egy évbe. Ha azt vesszük, hogy mondjuk mire eléri ezt a szintet, addigra már a motor, mint 5-6 éves. Addigra már rég kiment abból a helyzetből, hogy ő garanciális legyen, és ugye már eleve vár sokkal újabbak kijöttek, és valójában az történik, hogy a motoros vagy már eladja, érted? És már a következő felhasználó az már egy használtan vette meg, és ugye az már egy kisebb pénzű, és elmondom, hogy miért beszélek én erről. Mert valójában eljutunk oda, hogy a tárcsa, itt van ez gyári tárcsa. Ebbe a motorba, érted, most a maga a műszerezettsége 90.100 kilométert mutat. De valószínű, hogy több van benne. Általában több szokott lenni benne, de tételezzük föl, higgyünk neki, 90.000 kilométer van benne, úgy, hogy a tárcsa mondjuk már szarrá kopott, de ezt a tárcsát, ezt körülbelül olyan 30-40 ezer kilométernél kellett volna kicserélni. Na most, eljutottunk oda, amiről beszélek, ez a csavar menetrögzítővel be van ide tekerve, most melegítéssel jött ki, meg egybe bele is kellett, hogy verjem, ugye valójában az XZ kulcsot, mert másképp ki se jött, tehát valójában benne van menet rögzítővel, ő alumínium, ő pedig lenne egy edzett csavar. Mi fog történni?
elmondom, hogy mi fog történni, hiába melegített, hiába jönnek az okosok, hogy az föl, meg kijön, meg bejön, amikor ez a motor, ez már közel mennyi, 20 éves, Bence? Közel 20 éves. Tehát körülbelül 20 éve benne van az a csavarm, ugye? És akkor te megmelegíted, megpróbálod kiszedni, ugye mindenféle módszerrel megmelegíted, ütöd, bizét, csudi, budi, hadabi, és akkor fogja magát, mi fog történni? Ha szerencséd van, akkor valójában igazából kijön a csavar. Nem törik el a feje. De van úgy, hogy kijön a csavar, de hozza a menetet az alumíniumból. Érthető? Én ezért van az, hogy én már legalább 10-15 éve rászoktam arra, hogy ilyen csavarokat, aztán utána ugye itt van, ő is egy alumínium, és ott van benne ugye a menet. Ezeket a csavarokat is én már mindent megpucolok, letakarítok és bezsírozom, és szépen meghúzom olyan erővel, hogy az a tárcsa nem fog onnan leesni, és az a fékmunkahenger nem fog leesni. Viszont mivel hogy benne van a zsír, ugye? És használja a jó ember még tejüföl 10 évig, 10 év után beleteszi a kulcsot és simán ki fog jönni. Érthető, amiről beszéltem? Jön a következő videóm, ugye mindjárt beszélgetünk erről is.